hamarosan pályázható, heteken belül megjelennek a területi és településfejlesztési operatív program első felhívásai. Kötelező adózás, folyamatosan ellenőrzik az ingatlanokat bérbeadókat, az adóhivatal fokozottan felhasználja az interneten megtalálható hirdetéseket, de bejelentések után is vizsgálódnak. Családi napközi nyílt, a Nyíregyházi Baptista gyülekezet fenntartásában működő intézmény 21 férőhelyes. Heteken belül megjelennek a területi és településfejlesztési operatív program első pályázati felhívásai. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig több mint 50 település jelezte, hogy a jövőben a megyei önkormányzat segítségét kérné a projektmenedzsmenti feladatok elvégzéséhez. A Vásáros-Naményi önkormányzat például szociális bérlakásait korszerűsítené pályázati forrás bevonásával. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jut az egyik legnagyobb forráskeret a terület és településfejlesztési operatív programból, azaz a TOP-ból. Összesen közel 90 milliárd forint, emlékeztetett a megyei közgyűlés elnöke egy TOP-pal kapcsolatos fórumon Vásáros-Naményban. Sesták Oszkár hangsúlyozta, a projektmenedzsmenti feladatokat többek között közszféra szervezetek, vagy például a megyei önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok végezhetik majd. Lehetnek ilyen szervezetek települési önkormányzatoknál is. Én azt gondolom, hogy van egy bizonyos település nagyság, ami fölött nem érdemes, nem racionális szakmai kapacitásokat kiépíteni, hiszen a korábbiaktól eltérően, nagyon helyesen egyébként, a projekt 2,5%-a fordítható maximálisan projektmenedzsmentre, tehát ez azt jelenti, hogy jól kell szerveznünk a kapacitásokat, ezért indítottunk egy igényfelmérés települési önkormányzatoknál, ki szándékozik velünk együttműködni, 50 fölötti a települések száma, akik a megyei önkormányzat projektmenedzsmenti feladataira az eddigi felméréseink alapján igényt tartanak. Többek között Vásáros-Namény is a megyei önkormányzat segítségét kérné majd. Látjuk azt, hogy folyamatos kérdés a szociális bérlakások, ugye nekünk is van 32 lakásos bérlakásunk, ebben a fűtés korszerűsítését mindenképpen meg kell oldanunk. Állandó probléma a sportcsarnokunk korszerűsítése, erre is tenni fogunk lépéseket, ugyanakkor a járdák, utak rendbetétele az folyamatos önkormányzati feladat. Szerencsére sok a kisgyermek a városban, hamarosan egy bölcsődével indítunk november magasságában, de ehhez kapcsolódik mindenképpen egy óvoda fejlesztési programunk is. A Vásáros-Naményi Fórumon elhangzott, a források tényleges elosztását megalapozó integrált területi programot a kormány jóvá hagyta, heteken belül pedig már megjelennek a TOP első támogatási felhívásai. Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy az ingatlan bérbeadása után adózniuk kell. A NAV folyamatosan végez vizsgálatokat, az adóhivatal fokozottan felhasználja az interneten megtalálható hirdetéseket, de bejelentések után is ellenőriznek. Szabálysértés esetén akár milliós büntetést is fizethetnek a tulajdonosok. Az adóhatóság széles körben végzi a vizsgálatokat, több módszerük is van az ellenőrzésre, fokozottan felhasználják például az interneten megtalálható adatokat. A bérbeadásból származó bevétel után negyedévenként kell adóelőleget fizetni, az éves adóbevallásban pedig önálló tevékenységből származó jövedelemként kell feltüntetni. Ennek mértéke 16%, azonban 1 millió forint jövedelem felett egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni, ami 14%. A magánszemélyek lakás kiadása áfamentes, ezért számlát nem kell kitölteni a lakbérről. Magát a szolgáltatást kell, hogy ellenőrizzük. Ez azt jelenti, hogy általában a revizorok bejelentkeznek egy-egy hirdetésre, és ki is veszik az ingatlant, illetve meg is írják a szerződést. Természetesen az albérletnél nem kötelező számlát, illetve nyugtát kiállítani, de valamilyen szinten az átadásra, átvételő, pénzátadására, átvételéről kell kiállítaniuk egy bizonylatot. Az albérlet keresők közül sokan inkább az alacsonyabb árkategóriájú lakások között válogatnak. Elsődlegesen a 40 és 60 ezer forint közötti albérletek után van a legnagyobb kereslet, és mondhatni az viccesen, hogy viszik, mint a cukrot ezeket az albérleteket. Elég nehéz egyébként a piacon ingatlan közvetítőként is albérletet találni ügyfeleink számára, mivel akkora a mértékű a kereslet ezen kategóriák iránt, ami elsőlegesen a 40-60 négyzetméteres és főleg panellakások.
amelyek ebbe az árkategóriába tartoznak, vagy a kisebb egyedi gázcirkós lakások. Különbséget kell tenni a hosszabb időre szóló ingatlan bérbeadás és a rövid távú néhány vendégészakára szóló szolgáltatás között. Míg az előbbinél nem, az utóbbinál már kötelező az adószám. A szálláshely szolgáltatás engedélyhez is kötött, tehát a területi jegyzőtől is kell engedélyt kérniük azoknak, akik ezt a szolgáltatást szeretnék nyújtani. Természetesen az adókötelezettsége is teljesen más, mint az albérletnek. Itt a 16%-os személyvedelemadón kívül még áfa vonzata is lehet ennek az albérletnek. A bérbeadókra a szabálysértés esetén mulasztási bírságot szabnak ki, ez akár az 1 millió forintot is elérheti. Új családi napközé nyílt a megyeszékhelyen. A nyíregyházi baptista gyülekezet fenntartásában működő családi napközé 21 férőhelyes. Kis létszámú csoportokban végzik a gyermekek napközbeni ellátását, a bölcsődés korú gyerekek számára fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak. A családi napközi létesítésére az Európai Unió és a Magyar Állam biztosított forrást, több mint 44 millió forintot. Egy kis játék a nyíregyházi baptista gyülekezet családi napközijében. Megnyitotta kapuit, várják a gyerekeket a gyermekéden, gyermekmosoly és gyermekkacaj családi napközik. Mindháromban 7 gyermek ellátása biztosítható. Kis létszámú csoportokban 2 felnőtt gondozó foglalkozik a gyerekekkel. Pedagógusok, dajkák és védőnő is dolgozik az intézményben, amely összesen 21 gyermeket tud fogadni. A projekt keretében minden dolgozónk támogatott képzésben vesz részt, amely a napközi magas színvonalú működtetéséhez járul hozzá. Ezen képzések elősegítik a ránk bízott gyermekek kis egészséges testi, lelki, szellemi és érzelmi fejlődését, kis csoportos foglalkozás keretei között keresztény értékrend közvetítése mellett. A családi napköziben minden adott, ami a gyerekek színvonalas ellátásához szükséges. Játékok, tisztálkodási eszközök, ágyneműk, evőeszközök a kicsik rendelkezésére állnak. A zárt, biztonságos és tágas udvaron pedig kedvükre játszhatnak. A családi napközi gondos és védelmet nyújtó ellátás az 1-3 éves korú gyerekek számára. Az anyukáknak a legfontosabb az, hogy biztonságban, jó helyen tudják a kicsiket, ha visszamennek dolgozni. Itt rugalmas időbeosztásban is tudják fogadni a gyerekeket, és délutáni gyermekfelügyeletet is vállalnak. Az intézmény törekszik arra, hogy fejlesztő foglalkozásokat is beiktassanak a mindennapokba. Személyre szabott képességfejlesztés, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés szerepel a programunkban, melyekhez a projekt keretében fejlesztő eszközöket és játékokat tudtunk beszerezni. Minden gyermek csoda, a hozzávezető útnak is annak kell lennie, ez a gyermekéden családi napközi alapelve. A családi napközi Nyíregyházán az Új utcán várja a gyerekeket, a szülők honlapjukon vagy személyesen kereshetik fel az intézményt bővebb információkért. Aláírásgyűjtésbe kezdett a Jobbik a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásáért. Erről Szilágyi Péter, Jobbikos megyei önkormányzati képviselő beszélt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus hangsúlyozta, a Fidesz 62-ről 65 évre emelte a férfiak nyugdíjkorhatárát, ami azért is magas, mert a férfiak átlag életkora 63 év Magyarországon. Az alaptörvény értelmében legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni november 5-ig a népszavazáshoz. A Jobbik bízik benne, hogy akár már decemberben megtarthatják a népszavazást. A tavasszal már ez irányban gyűjtöttük az aláírásokat, hogy a férfiak 40 év ledolgozott munkaviszony után mehessenek nyugdíjban. Ez azt gondolom, hogy ez így racionális, a fiataloknak át kell adni a helyet, hogy ők ne közmunkán tengődjenek, illetve tudjanak nagyon hamar fiatalon egy önálló egzisztenciát teremteni. Az idősekről, 65 éves férfiakról meg elképzelhetetlenek tartom, hogy nehéz fizikai munkát végezzenek, fölmenjenek egy templomtorony tetejét bádogozni, vagy a tűzoltó fölmenjen a 10. emeletre tüzet oltani. Nem mindennapi baleset történt, tegnap este a Kemecsei úton egy erősen ittas nő az úttesten ült. Egy arra közlekedő autó időben észrevette, nem ütötte el. Egy szemből érkező gépjármű vezető viszont már nem tudta elkerülni, hogy a másik sávban otthagyott bicikliének ne ütközzön neki. A kiérkező mentők a nőt megvizsgálták, és mivel erősen ittas állapotban volt, a nyíregyházi kórházba szállították. A balesetben anyagi kár keletkezett, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
A Vidor Fesztivál fellépői között van a Néző Művészeti Kft., amely évek óta visszatérő vendége a rendezvény sorozatnak. Az előadásukról a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A második helyet szerezte meg a bajnoki főpróbának számító szlovákiai Sáris Kupán a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Egyéniben Mogyorósi Péter szintén a második helyen zárt 599 fás eredménnyel. Szombaton és vasárnap Debrecenben rendezik meg az atlétikai szuperliga döntőt, amelyen számonként 8 atléta áll majd rajthoz. A nyíregyházi színeket 14-en képviselik a kétnapos viadalon. A Vidor Fesztivál versenyprogramjában az idén 7 kamaraszínházi előadás szerepel. A fellépők között van a Néző Művészeti Kft. Is, amely évek óta visszatérő vendége a rendezvény sorozatnak. Az abszurd humor kedvelője az idén a Hal nem hal bele című vígjátékot láthatták Serer Péter és Katona László előadásában. Adott egy úszoda, és benne két férfi. Az egyik piros, a másik kék úszósapkában. Ezzel indul a francia szerző Emmanuel Robert Espalieu komédiája. A piros sapkás kísérleti alanynak tekinti a kéket, így elkezdődik a harc a két szín között. A párbeszédek mögött húzódó megosztottság jelensége nem csak a francia társadalomra jellemző, a darab olyan, mintha a mai magyar viszonyokról írták volna. Ez a megosztottság, vagy egyáltalán az, hogy én kék vagyok, te piros vagy, hogy ez mit jelent, hogy lehet ezt elfogadni, vagy hogy lehet tolerálni a másikat, vagy muszáj-e folyamatosan rámászni a másikra, és megpróbálni magunk mellé állítani, amikor mi sem vagyunk biztosak egészen abban, hogy mik vagyunk. Ugye itt ebben több pálfordulás is van ebben a darabban, pont az én részemről. Tehát ilyen szempontból ez nagyon komplexen és kicsit abszurd módon ebben az előadásban benne van. A kéksapkás úszót Katona László alakítja. Szerinte izgalmas feladat, hogy az ország több színpadára is elvihetik produkcióikat, amelyeket különböző módon fogad a közönség. Vannak olyan előadások nálunk, nekünk a Nézőművészeti Kft.-ben, amit egy picit különbözően fogadnak. Például csak megemlíteném, hogy amit itt nagy sikerre játszottunk a Magyar a Holdon, talán ezelőtt 4 évvel volt, vagy 5 évvel, most lehet, hogy nem mondom pontosan, de kb. Az volt 5 éve. Azt az előadást például vidéken mindig sokkal jobban fogadták, és a Centrál Színházban akkor egy picit ilyen, nem is tudom, ilyen finomabb, vagy nem tudom, közönség volt, az valahogy nekik nem, vagy túl egyértelmű humor volt, és emlékszem, hogy azzal mindig, amikor ez beleértve Tatabányát, Temesváron, Romániában játszottunk egy fesztivál, ott is iszonyatosan nagy siker volt. Ebben az évadban a Móricz Zsigmond Színházban bérletes előadásban látható majd a Néző Művészeti Főiskola című komédia, amelyet több mint 10 éve játszanak Budapesten a Centrál Színházban. Serer Péter, Mucsi Zoltán és Katona László 275 sikeres előadáson van már túl. Produkciójuk néhány évvel ezelőtt a Vidor Fesztiválon a legjobb stúdió előadás díját nyerte el. Együtt Kárpátaljáért 6 határon át a szlogenje annak a programnak, amelynek keretében Hídvégi Üstös Pál ultrafutó és Takár Károly kárpátaljai futó a két ország közötti határállomásokat érintve közel 200 kilométert teljesít. Csütörtökön az ország legkeletibb pontjától Garbolcról Beregdarócra jutottak el a futók. Nem ez az első olyan emberfeletti teljesítmény, amit kihoz magával, és mindig olyan nemes célokat tűz ki maga elé, amely azt hiszem, hogy mindenki számára fontos kell, hogy legyen. Ez a futás most, aminek a kezdetén vagyunk, mert ma kezdődött Garbolcon, innen jó pár kilométerre, majd 87 kilométert futottak eddig. Ez is arra próbálja fejlődni a figyelmet, hogy a Kárpátalján élő magyar honfitársaink milyen nehéz helyzetben vannak, és úgy gondolom, hogy ennek hangot is kell adni, és ennek egy nagyon jó eszköze maga a sport teljesítmény. A második helyet szerezte meg a bajnoki főpróbának számító szlovákiai Sáris Kupán a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Egyéniben Mogyorósi Péter szintén a második helyen zárt 599 fás eredménnyel. Az NTK versenyzői szombaton a Superliga nyitó fordulójában Budapesten a BKV előre otthonában lépnek dobóállásba.
A nyíregyházi csapat évek óta a szlovákiai Nagysároson a Sáris kupán tartja a bajnoki főpróbát. Az NTK az elmúlt szombaton címvédőként vágott neki a hadcsapatos tornának, úgy, hogy az alapembernek számító Szegő Levente betegsége miatt nem tudta vállalni a játékot. A nyíregyháziak végül 3374 fás teljesítménnyel a második helyen végeztek a hazaiak mögött, Mogyorósi Péter pedig 599 fával egyéniben ezüstérmes lett, és elhozta a legjobb külföldi versenyzőnek járó külön díjat is. Nagy várakozással indultunk neki ennek a Sáris kupának, mert mint tudva levő, az előző két Sáris kupát a Nyíregyháza csapata nyerte, így egy kis respekttel kezdtük ezt a felkészülési tornát. Sajnos már az elején rögtön tisztázódott, hogy 6 ember helyett 5 emberrel érkezünk, ezért a csapatvezetőnek, Cseszlai Sándornak kellett úgymond beugróként a mélyvízben helytállnia. A csapatunk második helyen végzett. Ez felkészülésnek egész jó, személyemben is második helyen végeztem egyéniben. A Szuperliga mezőnye két csapattal bővült a legutóbbi szezon 10 együtteséhez képest, ami a nyíregyháziak legrutinosabb játékosa, Szlovenszky Tibor szerint jó hatással lesz majd a színvonalra. Én erősebb bajnokságra számítom, mint tavaly, ugyanis az bajnokság első 4 helyezettje az egymástól tulajdonképpen erősített, tehát kicsit kiegyenítettebb lesz a mostani mezőny. A hátulja tulajdonképpen, ahol mi magunkat soroljuk, tehát hátsó hadcsapat, ott sincs, tehát előre nem lehet lemondani, hogy melyik csapat lesz abszolút kieső, mert papírforma az nem mindig jön be. Szeretném, hogyha a csapat hatodik hely környékén végezne, tehát erre az elmúlt bajnokság alapján úgy veszem észre, hogy ezzel a garnitúrával, változatlan garnitúrával, amit a múlt évben játszottunk, ezzel képes lenne a hatodik helyet megcélozni. Az NTK a nyitófordulóban szombaton a BKV előrotthonában vendégszerepel. A nyíregyházi csapat a korábbi gyakorlattól eltérően nem vasárnap, hanem szombaton játssza majd a hazai meccseit, így először szeptember 12-én a Kaposvár ellen gurítanak Szlovenszkijék a Városi Stadion tekecsarnokában. Szombaton és vasárnap Debrecenben rendezik meg az atlétikai Szuperliga döntőt, amelyen számonként 8 atléta áll majd rajthoz. A nyíregyházi színeket 14-en képviselik a kétnapos viadalon. A Magyar Atlétikai Szövetség az elmúlt évben írta ki először a Szuperliga sorozatot, amelynek 6 állomásán pontokat gyűjtenek a versenyzők, a fináléban pedig számunként a 8 legjobb atléta méri összetudását. Az idei döntőnek szombaton és vasárnap Debrecen ad otthont. A 14 fő számláló nyíregyházi küldöttségből 4-en képviselik a dobószakágat. A szezon vége felé közeledünk, tehát azt jelenti, hogy már nem igazán vagyunk csúcsformában, de nem is engedtünk le, hiszen még hátra van a csapatbajnoki döntő is, ahol nagyon fontos a jó szereplés, és próbáltuk a formát átmenteni. 4 emberünk indul, ugye Szikszai Róberttel kezdeném. Sajnos ugye nyerési esélye nincsenek, hiszen az olimpiai ezüstérmes Kövelgó Zoltánt megverni nem tudjuk, de utána bármi történhet, illetve Káper János szintén diszkoszvetésben, ők ott a dobogó és a dobogó közeli helyen fognak végezni. A lányom Kerekes Dóra, ő sem sajnos az első helyért nem küzdhet, hiszen Máton Anitát, aki most nagyon szerepelt a világbajnokságon, diszkoszvetésben is nagyon jó, ezért a második hely a cél, illetve Kerekes László, aki egész évben nagyon jól teljesített, ott volt mindig az első háromban, most egy pici derék problémával küzdik, de szerintem most is dobogóra várom őt is. A nyíregyházi versenyzők közül a 100 és 200 méteren induló Ónodi Dávid, a 10 kilométeres gyaloglásban rajthoz álló Helebrant Máté, valamint a magasugró Bakosi Péter számít aranyesélyesnek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Heteken belül megjelennek a területi és településfejlesztési operatív program első pályázati felhívásai. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében eddig több mint 50 település jelezte, hogy a jövőben a megyei önkormányzat segítségét kérni a projektmenedzsmenti feladatok elvégzéséhez. A Vásárosnaményi önkormányzat például szociális bérlakásait korszerűsítené pályázati forrás bevonásával. Sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy az ingatlan bérbeadása után adózniuk kell. A NAV folyamatosan végez vizsgálatokat, az adóhivatal fokozottan felhasználja az interneten megtalálható hirdetéseket, de bejelentések után is ellenőriznek. Szabálysértés esetén akár milliós büntetést is fizethetnek a tulajdonosok. Új családi napközi nyílt a megyeszékhelyen. A nyíregyházi baptista gyülekezet fenntartásában működő családi napközi 21 férőhelyes.
Kislétszámú csoportokban végzik a gyermekek napközbeni ellátását, a bölcsődés korú gyerekek számára fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak. A családi napközi létesítésére az Európai Unió és a Magyar Állam biztosított forrást több mint 44 millió forintot. A Kölcsei Televízió pénteki hírműsorát látták, szombaton és vasárnap heti hírösszefoglalóval várom önöket, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Híreink természetesen elérhetőek honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Egy újabb hidegfront hatására holnaptól tovább hűl az idő. Éjszaka eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég, kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap többnyire erősen felhős lesz az ég, csak az esti óráktól szakadozik fel a felhőzet. Eső, zápor, zivatar egyaránt várható, jelentősebb mennyiségű csapadékra van kilátás. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül zivatar környezetében megerősödik, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás érezhető térségünkben. Vasárnap és a jövő hét első felében naposabb, szárazabb időre van kilátás, de egy-egy zápor előfordulhat még. Az átlagosnál hűvösebb marad majd az idő, napközben is csak 20 fok közelében marad a hőmérséklet, hajnalra pedig 10-12 fokig hűl le a levegő.